Dalkörünk 40 éve alakult. A kórus alakítása idősebb Cvik József nevéhez fűződik, aki 40 évvel ezelőtt elhatározta, hogy alapít egy énekkart azzal a céllal, hogy a régi szép dalok ne vesszenek el. Év egy ilyen kórus életében igen komoly periódus. Ön mennyit mondhat magáénak ebből a 40 évből? Én 91-ben alakult meg a férfi kórus, tehát 92-ben lettem a férfi kórus tagja. Hát akkoriban még vegyes kórus, úgymond, amelyik ma ünnepli a fennállásának 40. évfordulóját, tehát ők már évekkel korábban működtek. Sajnos mára igencsak megkevesbedtek, ugye megkorosodtak, abba hagyták, sajnos sokan el is haltak közülük. Úgyhogy a vegyes kartól, a vegyes kar tőlem vegyes ma egyedül, mert én vagyok az utolsó mohikán, aki még férfiként a tagja az énekkarnak. Önnek egyébként mit jelent ez a fajta éneklés, ez a fajta hagyományőrzés? Hát én nekem rengeteg mindent, én már zenei általános iskolába jártam, ott is énekkaros voltam, tehát én szinte mindig egész eddig életem során énekkari tag voltam. Tehát ma is úgymond itt három kórusnak a tagja vagyok, az egyházi kórusban is énekelek, a soroksári férfi kórusban és itt a vegyes kórusban is. Tulajdonképpen a nemzetiségek fennmaradásukat annak köszönhetik, ha kultúrájukat ápolják. Hát ennek nagy százalékát jelenti, én talán úgy gondolom, az éneklés. Ez a kórus most 40. évét ünnepli. Azt gyanítom, hogy amikor ők alakultak, akkor ön még valószínűleg nem volt aktív ebben a műfajban. Hogyan került kapcsolatba az énekkarral? Így igaz. Ez a mai alkalom a kórus megalakulásának 40. évfordulója, és én 2001-ben csatlakoztam először a kórushoz, akkor egy 2-3 évet énekeltem velük. Utána egyetemre kerültem, és elkezdtem dolgozni, akkor elszakadtam a kórustól, de
érdekes dolog volt, ahol elkezdtem dolgozni a Kossuth Lajos gimnáziumban. Ott Megyes Sándor kollégám szemben ült velem egyébként, nyilván régről ismertük egymást már, és amikor ő már nem tudta tovább folytatni a kórus vezetését, akkor megkérdezett engem, hogy esetleg lenne kedvem átvenni a karnagyi feladatokat ebben a kórusban, és nagy örömmel mondtam igent erre a feladatra. Milyen, tulajdonképpen mit jelent az, hogyha az ember egy ilyen kórusnak, egy ilyen nagyon speciális, hagyományőrző kórusnak a karnagya? Ez alapvetően kétféle tudást, ötvözését igényli. Egyrészt az egy zenei ismeretek meglétét természetesen feltételezi, hogy az ember megpróbáljon szakszerűen vezetni egy kórust, illetve a másik pedig az, hogy a sváb népdalkultúrának az ismerete az elengedhetetlen. Én ugyan történelmi német szakos tanár vagyok, tehát így németül beszélek, és itt Soroksáron nőttem fel, tehát valamelyest még a sváb nyelvjárásban is kiismerem magamat. És ezen kívül amatőr zenész vagyok, így a zenei ismeretek is valamelyest megvannak nálam. Természetesen az én ismereteim arra nem jogosítanának fel engem, hogy egy profi hivatásos kórus vezessek, de itt ugye egy amatőr művészeti együttesről van szó, és gyakorlatilag így sikerül elvezetni ezt a kórust. Nagyon fontos itt nem csak a szakmaiság, az természetesen meg kell, hogy legyen, de az emberi kapcsolatok azok talán legalább még annyit számítanak, hiszen ez nem csak egy kórus, hanem itt a tagokat évtizedes barátság és is jó ismeretség fűzi össze. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy ezt ápoljuk és megőrizzük. Itza néni, hogy indult ez a kórus? Ezt 1978-ban idősebb Cvik József alapította. Tulajdonképpen ezt az énekat abból avval a szándékkal, hogy megőrizze a régi szép énekeket, amit tulajdonképpen még az ő őseik hoztak magukkal Németországból, és hát ő úgy gondolta, hogy Soroksáron tud egy ilyet csinálni, mondjuk ahhoz képest könnyű dolga volt neki, mert nagyon sok embert ismerte azokat az asszonyokat, akik templomba jártak, szerettek énekelni, és akkor az asszonyok még 55 évesen mentek nyugdíjba, úgyhogy nem úgy, mint most, és akkor ez egy jó időtöltés is volt, hogy elmentek énekelni. Én abban az időben még nem jártam énekelni, az anyósom volt alapító tag, és a férjem tulajdonképpen. Én körülbelül 10 évig sztrájkoltam, én mondtam, hogy én nem akarok énekelni, de aztán mégiscsak belekerültem a családi taposómalomba, és hát akkor én is jöttem énekelni, és hát tulajdonképpen ez az egésznek az alapja. De akkor ezek szerint nem bánta meg? Nem bántam meg, nem, egy csöppet se bántam meg. És hát most tulajdonképpen az van, hogy amíg a férjem élt, addig együtt csináltuk évekig, most már nem is tudom, hát 10-15 évet biztos csináltuk együtt, és hát mióta nincs, sajnos 6 éve, azóta én csinálom, tehát én vezetem mondjuk így az énekkart, hogy én szervezem meg, hogyha elutazunk valahova, vagy ha itthon van valami, akkor az én vállamon nyugszik minden. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, és amibe benne érték, azt mind meghatványozza. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Az előbb elhangzott gondolatokat Kodály Zoltán mondta, akinek nem csak zeneszerzői, de zenepedagógiai érdemei is vitathatatlanok. A mai nap jubileum, ami mindig évfordulós ünneplést jelent, de hiba lenne csak az évek számára szűkíteni az esemény lényegét. Igaz, nem elhanyagolandó a tény, hogy a soroksári hagyományőrző vegyes dalkör fennállásának 40. évfordulóját ünnepli. Az, hogy ennyi éven keresztül működtek, bizonyít. Sok mindent bizonyít, amire érdemes odafigyelni. Bármi, ami valaki ennyi ideig művel,
elismerésre méltó. De ha ezt közösségben teszi, ha nem is mindig a legideálisabb körülmények között teszi, ha más elfoglaltságok mellett teszi, ha másokhoz alkalmazkodva problémákat legyőzve teszi, akkor igazán jelentős dologról van szó.